Sziasztok! Anamé vagyok, és én dolgoztam ki a Karma Killer jogát és az Anamé életmód programot. Azért tettem ezt, mert 20 éves koromra eljutottam odáig, hogy kerekesszékben voltam, félig vakon, egy gép tartott életben, úgyhogy kétségbe esetten kerestem a kiutat. Megtaláltam, itt vagyok tökéletesen egészségesen, tele vagyok energiával, és végtelenül motivált vagyok, mert szeretném veled megosztani azokat a módszereket, amik az életedet a gyakorlatban jobbá teszik. Az igazi szellemiség szerintem azt jelenti, hogy segít, hogy valóban segít, hogy jobbá válik tőle az életed. A mai alkalommal is fogok beszélni csakrákról, de megígérem, hogy nagyon gyakorlatias leszek. Az arcról lesz most szó, egy olyan arcmasszázsról, amit biztos, hogy nem láttál máshol a neten, azért, mert én dolgoztam ki, tartalmaz Karma Killer joga gyakorlatokat, akupresszúrát, nyirokmasszást, masszást, feszültségoldást. Úgyhogy ez egy olyan komplex dolog, ami segít abban, hogy a harmadik szem területe jobb állapotba kerüljön. De hogy mit is jelent ez valójában? A harmadik szem az egy energiaközpont. Amikor ez a terület jól működik, akkor nem csak az arcunk van jó állapotban, hanem a világképünk, a gondolataink is szeretet alapúak. És hogy ez hogy függ össze, vagy hogy lesz gyakorlatias? Nagyon egyszerű, drágám. Biztos láttál olyan embereket az utcán, akiknek, vagy tapasztaltad már azt a jelenséget, hogy egy idő után az emberek arcára ráül, rákövül a világképük, a gondolkozásmódjuk. Ezért van az, hogy láthatsz olyan embereket, akiknek dühös az arcuk, ahogy idősebbé válnak, vagy kétségbe esett, reménytelen. Ha szeretnéd ezt az energiaközpontot jó állapotban tartani, azaz nyugodt gondolatokat, szeretet alapú világképet és fiatalos arcot, akkor tarts velem, mert ehhez a szívcsakra kristályt fogjuk segítségül hívni, a rózsakvarcot és a jádét. Azért tesszük ezt, mert a szív nagyon fontos az arcunk szempontjából, mégpedig azért, mert fontos, hogy szeressük magunkat. És amikor ezt az arcrollert használod, csinálod ezt a masszást, akkor ki tudod fejezni a szeretetet magad iránt. Úgyhogy bírálat vagy ítélkezés helyett megélheted a szépségedet, azt, hogy milyen gyönyörű vagy, és hogy öröm itt élni a világban, ebben a fizikai testben, ezzel az arccal. Úgyhogy ebben szeretnék neked segíteni, és ez a két kristály, a jáda és a rózsakvarc, az valódi kristály és energetizált. Ha érdekel, hogy ez mit jelent, akkor ennek a blogomban utána tudsz olvasni. Én régóta kísérletezem ezzel a két kristállyal, arcmasszázs szempontjából, és azt tapasztalom, hogy nagyon kiegészítik egymás hatását. A rózsakvarc a szeretetről szól. Ez egy energetizáló kristály. A jáde pedig a tisztításról szól, arról, hogy ki tud tisztítani a szív szintjén minden akadályt, ami a szeretet útjában áll. Úgyhogy én azt találtam, hogy ez a leghatékonyabb, hogyha a rózsakvarccal kezdem reggel az arcmasszást, és jádéval fejezem be este. Nyugodtan be is teheted őket a hűtőbe, vagy a mélyhűtőbe. Én nagyon szeretem ezt a hűsítő érzést az arcomon. És ha nagyon kevés az időd, elég az is, hogyha csak naponta egyszer csinálod, vagy csak egy kis részét, akár a szemek körüli részt. Úgyhogy nem kell az egész rutint végigcsinálni mindig minden nap, hogyha nem fér bele az idődbe. És térjünk rá a masszázsra. Az arcrolleres masszázs Tóth Andrea fogja nektek bemutatni. Az arcod szépsége szempontjából nagyon fontos, hogy hidratálj. Igyál el sok vizet, és ehhez választhatod az Anamé szívcsakra vizet is. Ha szeretnéd, hogy a masszázs még erősebben hasson, akkor használhatod az Anamé szívcsakra karkötőket. Az arcodat legjobban víz és olaj keveréke ápolja. Használhatsz ehhez bio hidegen préselt olajat és Anamé szívcsakra vizet. Oszlasd el a legnagyobb szeretettel az arcodon. A harmadik szem területével kezdünk. Ez a homlokod közepe alatti pont. Nyomj rá úgy, hogy belégzésre egy kicsit fölfelé tolod a kristállyal. Lélegezd át az arcod, érezd meg a szépségedet és a szeretetet önmagad iránt. Az arcod középvonalától a fülek irányába haladva, lentről fölfelé masszírozd át az arcod,
Ez segít feszesíteni és aktiválni ezt a területet. A bal oldalon kezdünk, és minden egyes mozdulatot akár háromszor is megismételhetsz. Vagy még többször. Ismételd meg ugyanezt az arcod jobb oldalán. Azért, hogy segítsük a nyirokkeringést és az arc méregtelenítését. Ezért az arc középvonalától a fül irányába, belégzésre húzd végig a rollert, és kilégzésre pedig indulj el lefelé a szív irányába. Menj föl egészen a halántékodig. És kilégzésre, szájon át kilélegezve engedd el a feszültséget. És ismételd meg ezt a jobb oldalon is. A szemed környékének ápolására, az orrtól indulunk a halánték felé. Belégzésre és kilégzésre húzd lefelé az arcrollert a szíved irányába. Ismételd meg ugyanezt a mozdulatot a szemöldök csontodnál is. Kilégzéssel lélegezd ki a feszültséget szájon át. Belégzésre nyomj rá a szemöldök csont belső részére, és kilégzésre engedd ki a feszültséget szájon át. Belégzés a szemöldök csont közepénél, egy picit tolt fölfelé, és kilégzésre lélegezd ki a feszültséget. És ismételd ezt meg a szemöldök csontot külső részénél is. És a harmadik szemed területén is, a homlok közepe alatt. Ismételd meg a másik oldalon is ezt a mozgást és a nyomásokat. És azért, hogy feszesebb legyen a homlokod, indulj el lentről, a szemöldök csonttól, a homlokod közepénél, kifelé haladva, lentről fölfelé tartó mozgással. És majd ismételd ezt meg a jobb oldalon is, a homlokod jobb oldalán. Aztán majd elindulunk középről kifelé haladva, vízszintes vonalban, lentről fölfelé a homlokon. És majd ismételd meg a homlokod jobb oldalán is. És végül nyomj rá újra a harmadik szempontjára. Tedd le az arcrollert, masszírozd át a tenyereddel az arcodat. Egészen a szívig. Állj meg itt egy pillanatra. Adj hálát. És érezd át a szeretetet önmagad iránt. Aztán majd az ujjaidat told be a kulcsont mögé, és lélegezd ki azt a feszültséget, amit az arcmasszás felszínre hozott. Ez a feszültség ki tud oldódni az arcodból. Minden egyes kilégzéssel el tud lazulni az arcod. Aztán majd lentről fölfelé haladva, masszírozd át a tenyereddel az arcodat. Érezd át a szépségedet. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Találkozunk hamarosan.